Jó reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a reggeli skalpolás és daytrade. Tegnap volt pethír, sajnos az esti webinárium után, de egy gyönyörű szép példáját láthattuk annak, igen, amikor a piac csapkod, majd utána egy határozott irányt felvesz. Akinek van kedve és ideje, az írja be, hogy minden látható-e a képen, vagy sem. Illetve olvassátok el a kockát a figyelmeztetés, mert az a lényeg, hogy a tőzsdézők 80%-a veszít, úgyhogy óvatoslatokkal kereskedjetek, ez különösen igaz a mostani időszakra, vagy éppen a tegnapi napra. Ma és holnap is lesznek adatok, különösen érdekes lesz a holnapi pénteki 14:30, de írjátok be, hogy ma, illetve a holnapi adatok lesznek a többiek kedvéért. És ezt követően mi már meg is nézzük a csártokat. Kezdők ugye demoszámlán kereskedjenek, bármilyen broker cégnél vannak lotokat, stoppok, elhelyezését, stb. Gyakoroljátok be, és az adott időszakra, itt a tőkére vonatkozó veszteséget mindenképpen limitáljátok, és nem kell egyszerre nagyon sok instrumentumon kötögetni, nem kell túl sokat kötögetni, de ezeket már rendszeresen tanuljuk egy jó ideje. Úgy gondolom, hogy az ilyen típusú day trade és scalp belépőket, trendvonaltöréseket, vagy alakzatokat, vagy azoknak a meghiúsulását, vagy falkitöréseket, kitöréseket, már csak azért is érdemes megtanulni, hogyha soha az életben nem fogtok M1, M5, M15-ös idősíkon kereskedni, csak nagyobban, és mondjuk csak részvényekbe, vagy éppen hosszú távon aranyba, bármibe fektettek, akkor is ez adott esetben akár jó belépőket is adhat, de természetesen stop loss kell használni mindenhol. Elvileg beírtátok, hogy ma 14:30 környékén már érdemes félegetni a csártokat. Ezen kívül a holnapi napot pedig mindenképpen javaslom, hogy nézzétek meg, hát akkor NFP lesz. Gyorsan osztok egy MT4-et. Gyors kérdés látszik a képernyőtökön, de megnézem én is. Mint azt látjátok, itt volt egy emelkedő trendvonal, ez egy H1-es, tehát órás Dow Jones chart. Ott egy trendvonal törés, berajzolom nektek, hogy milyen alakzatból indult ez a kis lejtmenet. Aki esetleg tudja, az írja be a csatablakba ezt az alakzatot. Hogy hívják? Válfejvel. Előtte volt egy dupla top, amiből sikeresen kirázták a sortosokat. Azt jelenti, hogy a dupla topnál itt az M betű tetején van valószínűleg a piros vonal fölött egy picit a stop loss. Akik sortoltak, azok általában ilyen helyen lépnek be, és ugye ezt követően, miután ők kiszálltak a játékból, egy fals kitöréssel, egy válfejvel törte a trendvonat, és jöttünk gyönyörű szépen lefele, egészen eddig a szintig, sőt egy picit tovább is. Mi következhet ebből? Hát az, hogy ez egy letörés volt, elértük ezt a szintet egy fals letöréssel, visszafordultunk, és megközelítettük újra ezt a ferde vonalat, azt egy picit szebben húztam volna be. Látjátok, hogy ilyen letörés visszateszt lehet ferde vonalaknál is. Ezt követően pedig, mint látható a képernyőn, láttunk egy fals kitörést fölfele, ez egy órás csárt, és jöttünk gyönyörű szépen lefele. Tegnap meg arról beszéltünk talán, hogy ezen az indexen, vagy másik indexeken erősítsétek meg, vagy cáfoljátok, akár kialakulhat válfejvel is, és nagy szerencsével, én ebbe itt bele is sortoltam, egyébként előtte voltak vételek. Ennyit a H1-ről. H4. Itt van ez a válfejvál. Ennek a nyakvonala körülbelül, mutatom keresztel, itt található. Ennek a nyakvonalnak a visszatesztje zajlik. Ha úgy alakul, hogy a nyakvonal alatt falsletörést látunk, és netán mondjuk kijön egy péntek ilyen elfélmi jó adat lesz, és átvinnénk ezt a vonalat fölfel, akkor megkiúsulhat ez a válfejvel. Nagyon-nagyon fontos ez a támaszszint, amit behúztam, illetve alatta, most nem fogom mindet behúzni, a kanócoknál is vannak támaszok, akinek még van long pozíciója régről, az mindenképpen fontolja meg. Lehet, hogy itt az lesz a forgatókönyv, bár nem tudom, hogyha bejön ez az adjál májusban, és picit menj távoló bélcoktól típusú közmondás, akkor ez a válfejvál akár egy komolyabb eladási hullámot is elindíthat. De ezt ugye nem tudjuk. Oké. Nasdaq H1.
ott is megvan a válfejvál, meg volt egy jó belépő, egyébként ezt követően meg volt egy jó short. Látjátok, hogyha visszakanyarodunk a Dow Jones-ra, akarok egy tisztább chartot, amit mindenképpen nézzük az S&P-t, hogy mi is történt a tegnapi napon. Ha már skalpolás a téma, akkor falskitörésnél lehetett volna shortolni, falskitörésnél lehetett volna a long pozíció, falskitöréses duplatoknál lehetett volna shortolni, és fordított válfejvállal elindult a piac fölfele. Ilyenkor, ha összekötitek ezt a lenti fejtetőt, a jobb oldali válnak a tetejével, amíg e fölött vagyunk, addig ugye előfordulhat, hogy emelkedünk. Ezt követően volt egy fals letörés, még mindig ezen vonalak a környékén, itt azért gondolom sokan már lopták a longokat, és ha ilyen fett híreket láttak, akkor ezután jön egy jó kis csapkodás. Most a csapkodás az odáig fajult, hogy aki még mindig tartotta a longjait, az itt elköszönt tőle. Azért ez szerintem kereskedő hiba, a részzárások indokoltak szinteknél ezen idősíkon is. Aki pedig úgy döntött, hogy tetszik neki a fals kitörés, akár még hír alatt is, ez itt egy picike fals kitörés, vagy ez itt egy ilyen torzabb duplatop, ez ismét egy duplatop, és ennél lehetett egy pár pontnyit sortolni azért, és itt is van egy duplatop. Látjátok? És nagyon érdekes, hogy ha ezt a vonalat itt behúztuk volna, akkor ez majdnem visszatesztre került, és ezt követően pedig ugye jött az éjszaka. Na most nézzünk egy aranyat, és na tekintsük át azt, hogy mi holnap van a non-farmhoz beírtátok, meg még egy pár másik adatot is most nézzétek meg. Ugye elvileg az arany esetében itt volt egy duplatop, ennek följöttünk gyönyörű szépen a tetejéig, és kérdés, hogy ez fals kitörés vagy nem, ez majd kiderül a napokban. Amiről beszéltünk talán a tegnap esti adáson, vagy igen, vagy nem, vagy tegnap reggel, de az is lett egy-két napja, az aranynál volt hágyen egy elmaradó duplatop, és azt is mondtuk, hogy lehet, hogy ez is egy elmaradó duplatop lesz. Fals letörés megvolt alatta, tehát ezek magasabb idősíkon is érvényesek, ezek a skalp típusú belépők. Volt ilyen, vagy nem? Nem biztos. Mindegy. Ami viszont érdekes lehet, ha valaki M1-en tegnap az aranynál játszott, elég érdekes játék volt. Nézzük, hogy kezdődött az egész történet. Hogy miért nem olyan könnyű tőzsdézni, íme az egyik példa. Ha ebbe a duplatopba valaki belesortolt volna, volt olyan merész, és nem zárt részeket, az kisztoppolódott. A részzárás általában célszerű, amikor a nyakvonalat átviszi a csárt lefele, adott esetben. Aki ebbe a fals kitörésbe utána belesortolt megint, az akár jól is járhatott, ugye eddig a szintig kellett lejönni, a korábbi kitörés szintig, az eddig a szintig is akár. Viszont aki ezen a csapkodó piacon nem zár részeket, vagy nem használ csúszóstoppot, egy ilyen furcsa fordított válfejvászerű, vagy dupla ajszerű alakzat van, vagy akár kettő dupla ajszerű alakzat, és innen indultunk gyönyörű szépen fölfele. Ki az, aki elolvasta a Fed kommentárt? Írja be egy mondatba a lényegét. Nagyjából olyanokat lehetett várni, vagy nyilatkoznak arról, hogy lesz-e kamatcsökkentés idén, vagy mi a helyzet az amerikai bankok, bajba jutott bankokkal, stb. Stb. Esetleg inflációs célok. Eléggé érdekes volt egy banki beszéd, aki figyelte, ezért is nyilvánvaló, hogy aki mondjuk skalpol vagy étvédel egy ilyen hírkereskedés közben nem fogja nekem figyelni, de aki úgy gondolta, hogy tegyük fel, itt mondjuk shortol, és nem zárt részeket, az M betű két csúcsát összekötő vonalnál kialakult a nyakvonal alatt egy fals letörés, és egyből piac eljött a duplatok fölötti stoppokért, gyönyörű szépen. Ez volt a május 3. Utána itt vagyunk a egy banki beszéd környékén, és ezt a gapet gyönyörű szépen betöltöttük, ha ez gap, nem tudom, hogy gap volt-e vagy sem. Ezért érdekes és kockázatos hírek alatt kereskedni. Nézzük a napi idősíkot az arany esetében. Nem az aranyról akarok itt beszélni végig, mert igazából ezt most csak azért mutatom, mert a dollár érzékeny a dolog. Most itt vagyunk, ez egy elég fontos helyszín, ha ezt becsukom, látni fogjátok, hogy miért mondom ezt. Kérdés, hogy megbirkózik-e ezzel a korábban leállított szinttel.
Itt ugye az van, heti idősíkon, hogy van egy hatalmas duplatok. Aki ezt észrevette volna, hogy a nyakvonala alatt van egy fals letörés, ami egyébként egy dupla aj, ami valószínűleg napján jobban látszik, és hogy eljöhetünk akár az M betű fölötti szintig, ez még nem következett be, de aki itt belépett a nyakvonalati fals letörésre, egy emelkedő trend az aranypiacán. Igazából, amikor ilyen helyzet van a világban, valaki hosszú távú befektető, hogy mondjuk nézeget egy Ukrajnában, mi történik, illetve amerikai-európai bankok környékén mi történik, infláció van, stb. Nem annyira meglepő, hogy fölfele ment az arany, bár volt egy olyan korszak, például itt, akkor én például azt gondoltam, hogy ennyi volt, de a technikai elemzés az itt is működhet akár. És ezért a picike hozamérre nem biztos, hogy belevennék, de mi van, hogyha ez egy olyan elvaradó duplatok lesz, hogy szépen elindulunk még jobban fölfele. Itt már azért figyeljen az, akinek van aranya vagy fizikai aranya, én nem mondom azt, hogy vissza kell, hogy el kell adni, vagy egyebek, de itt már azért figyeljük az árszinteket. Jó lenne, hogyha 1980 vagy 1940 alá már nem nézne be innen, akkor még van picike esély arra, hogy érdemes még aranyban tartani a megtakarításunk egy részét. Ehhez én nem értek. Euró-dollár. Emlékeztek erre? Tegnap esti előadás? Falsletörés a dupla topnál, én ezt megmondtam ezt a pozíciót, nem kellett volna megmondni. Jó volt egy longunk, és azt beszéltük, hogyha a ferde vonalat áttöri, az falsletörés van, akkor akár eljött a piros vonalig, ahol kéne részzárni, vagy akár, mehetünk még följebb. Ez be is következett, majd azt követően, aki még itt is abban bízott, hogy megyünk az égbe, őt azért itt kirázták a pozícióból. Jelenleg pedig ott tart az árfolyam, hogy ismét közelíti azt a lokális tetőt. Itt lehetett volna a dupla aljakkal okoskodni, ezzel a dupla aljjal, de most ebben nem mennék bele. Az euró-dollár árfolyama az elég szépen, úgymond bika jelleget mutat, és ennek a duplatoknak a baloldali csúcsát, erről beszélek, ezt közelítjük éppen. Szerintem ma, holnap el fog dőlni a középtávú irány, ha csak nem fals kitörés, letörések, egyebek következnek be. S&P 500, csak gyorsan, itt voltak ezek a belépők, és ezt követően, ez volt a duplatok, amit mondtam, és ide lehetett volna húzni egy ilyen vonalkát, hogy meddig tartjuk a sortot, akinek ilyenje van, kb. Eddig. És ez nagyjából be is igazolódott. Itt ugye lehetett volna a long belépőt nyomatni, vagy ennél a dupla ajnál. Kérdés a következő. Nézzük csak, milyen pozíciónk van. Azt hiszem Dow Jones van itt. Átrakom M5-re. Én itt és most ezt a Dow Jones pozíciót megtartom, ez egy részzárt pozíció. Hát, ha esetleg innen indulna egy kisebb short trend, erről azért nem vagyok meggyőződve, ha kisztoppódik, ennek a jelentéktelen vesztesége lesz $9. Ugye a támasz szint megfogta egyelőre, és azért van arra esély, hogy akár azt topig eljöhetünk, de én ennek ellenére megtartom. Na, nézzük a másik számlát, amivel szoktam szórakozni. Igazából talán Nasdaq short van, meg is mutatom. És azt lehetne itt csinálni, hogy ebből 0-10-et zárunk. A maradéknak pedig ott hagyjuk a stopját. Hát, ha esetleg elindult egy korrekció. Nézzük a többit, hogy ott mi van. Igazából részfények vannak, amikkel most nem nagyon tudok mit kezdeni. Meg van egy régi DAX, ettől most elköszönünk. Nem pesszimizmus miatt, hanem úgy általában. És itt még van egy régebbi forint, azt meghagyjuk, és nagyjából oké. Na nézzük azt, hogy M1-en mi történt mondjuk a Nasdaq-kal. Hol is vagyunk tegnap. Itt volt egy shortom, mutatom, hogy mi lehet ennek az oka, nem túl bonyolult, ez itt egy dupla top, megelőlegeztem, hogy a második csúcson belesortolok, ahol fölötte volt a stop, igazából a kislot, ha a kislottal kötök távolabbi stopot kell alkalmazni hírek alatt, valószínűleg részzáró volt ez még valahol, oké.
de lehet, hogy megvan ez nekem a másik csárton. Igen, megvan. De lehet, hogy nem ez a szám, a másik, de mindegy. Ide rá is húztam. Itt van egy részzárás. Ez csak egy példa. Aztán nézzük, hogy a Dow Jones, ami volt. M1-en, most a kötések szempontjából. Itt még volt egy picike long. Itt azt gondoltam, hogy dupla aj lesz, ezek részzel pozíciók. És látjátok, hogy ott vannak a kis piros pálcikák. Volt egy short próba, volt megint egy short próba. És igazából, hogyha valaki ezt megnézi M15-ön, akkor azt lehet sejteni, de berajzolok egy vonalkát. Ez egy fontos dolog. Itt ez lehet egy válfejvál is akár. Ennek a nyakvonala, illetve egy korábbi lokális tető. Ennek a közelítésénél lehetett volna sortokat nyitni, illetve ha lejjebb húzzuk a vonalat, most direkt a vastagot mozgatom, akkor látható, hogyha ezt fals kitörésnek tekintjük, és innen indult meg a fölfele kör, letörés, és hogy itt van a visszateszt. Ezért jó, hogyha sok szintben van rajzolva. És itt már látható, hogy ha visszakapcsolok mondjuk M5-re például, vagy M1-re, itt már jól időzített sortok voltak ezek. Most ugye az a kérdés, azt mondottam H1-en, hogy ez olyan trendforduló vagy nem, igazából nem tudom megmondani. Euróforintnál ugye azt mondtuk, ha megtalálom, Bitcoinra csak egy pillantás, 29 ezer fölött vagyunk, meghúzták egy picit fölfele. A Brent az nagyon durva, nézzétek. Ugye ideig lejöttünk, ez egy M5-ös csárt, most egy fals letöréssel fordultunk. Szerencsére, hát ugye ez egy dupla aj, csak jelzem, reméljük nem fordul meg, de benne van a pakliban, hogy ekkora is, és utána már illene megfordulnia. Ha jól tudom, ma vagy holnap lesz, mondjuk 11-12 forintos, de nem biztos, hogy jól emlékszem, benzin meg dízel csökkentés, lehet. Erősítsétek meg, vagy éppen írjátok be a helyes adatot. És van nekünk eurófunk, amit ugye azért valamelyik demószámlán itt volt kötve, látjátok a dupatok második csúcsa, ami azért lehet érdekes, hogy itt van egy H1-es eső trendcsatorna, van a párhuzamos vonal, és kitörtünk ebből, és én azt mondom, hogy ennek a jelentéktelméretű pozíciónak a stopját ide felhozom. Ha esetleg válfejvál lenne, és jönnénk vissza a csatornába, akkor túlélem, ha nem, akkor inkább pluszba zárjam a sortot. Oké. Az olajárfolyam és a forint árfolyam szerencsére nem indította el drágulást a benzinkutakon. A kettes pont pedig az, hogyha valakinek esetleg most volt euróban valamilyen részvény, és még az lefele indult, meg a forint meg picit fölfel, az talán egy picit kompenzálta az esés okozta veszteségeket. Fontos, hogy az euróforint piacán is nem csak egy irány van, de reméljük, hogy egyszer még lesz itt erősödés. Mint érdekesség, tegnap nagyot ment az OTP, és talán a MOL is szépen ment, magyar tőzsdén, hogy nyitáskor hogyan fogja lereagálni azt, hogy Nasdaq, Dow, egyebek itt elkezdtek esni, ezt nem tudom megmondani, de valószínűleg ott is érdemes figyelni, akinek vannak ilyen részvénye, hogy ma, holnap mi fog történni. Például OTP-t lehetett volna 10 ezer alatt, még mindig alul értékelt a részvény, de ettől függetlenül a 11 ezer környékén, vagy esetleg 10.800 alá menne az árfolyamot, lehet, hogy vannak realizálás, ha csak nem indul be újra saját részvényvásárlás, vagy akár más cégeknél is, akinek long pozíciója vannak ott is, nézegesse, hogy hol vannak a támaszok. De én optimista vagyok egyébként a magyar piaccal kapcsolatban is, de ha a technika nem azt mutatja, akkor nem azt mutatja. Most ugye ez az amerikai indexektől is fog függeni, illetve jó néhány más dologtól is. De reméljük, hogy visszatér a forint erősödés, meg még akár a tőzsdei erősödés is, akár nemzetközi szinten is. Az euró-dollár számomra egyébként ilyen üdítő kivétel, ugye optimizmus van,
de nagyon-nagyon közel van az ellenállás. És hogy épp is, ha valaki figyel, volt egy hatalmas duplatop, az a nagy M betű, ennek volt egy nyakvonala, alatta egy falstetörés, és megindultunk fölfele. Vagy akár itt is volt egy duplatop, ennek itt volt a nyakvonala, falstetörés, megindultunk fölfele. Az emelkedő trend jellemzője. Az első piacokon, első részvénypiacokon pedig az van, hogy a dupla aljak maradnak el, meg a fordított válfejvállak. De például, ha valaki ebbe a válfejvállba egy belesortolt nagy reményekkel, és nem zárt részt, akkor ő már ugye itt ki van stoppolva ezzel a kis csúccsal. Amikor a fordító alakzatok elmaradnak, az nekem optimizmust sugal, aztán egyszer csak ennek vége lesz. Az a kérdés, hogy hány nap, hány hét, hány hónap, vagy hány perc múlva. Ezt nem tudjuk. Ma is figyeljétek a csártokat. Azt gondolom, hogy nagyjából láttátok az óvatosságot az elmúlt napokban, hetekben, hogy miket csinálgattam. Tegnap ehhez képest a hír alatt egy elég bevállalós lótmérettel nyomtam meg ezeket az emúszámlákat. És én azt gondolom, hogy ezt ugye nem szabad csinálni, de játszik az embernek, próbálkozik, ugye azt beszéltem tegnap, aki teheti, az hírek alatt nyisson kisebb-nagyobb számlákat, és próbálja meg kislottal, nagylottal. Nem tudom, hogy közöttek ezt hányan csinálták meg, de egy biztos, hogy lehetett tanulni. Volt egy jó pár, vagy akár pár száz pontos mozgás is. Aki mondjuk itt bele sortolt volna egy lottal, akár 100-200 dollárt is nyerhetett volna, ez még nem nagy lott. Nyilván, ha valaki egy 500 eurós számlán nyer 100 dollárt, az extrém, és az ugye már majdnem szerencsejáték kategória, viszont valaki kipróbálta ugyanezt 10 lottal, akkor az reméljük, hogy inkább kisztoppolódott demóba, és azt tanulta meg, hogy azért az 1-2 ezeret elbukni, az nem annyira nagy öröm. Ha pedig valakinek szerencsésen sikerült ez, és úgy gondolja, hogy az örökké sikerülni fog, én azt javaslom, hogy inkább vegyen vissza 0-1-0-2-0-3, attól fog mekkora a számla, vagy akár egy lotra, és inkább a konzisztenciára törekedjen, és hírek alatt csak azok kereskedjenek, akik már nagyon gyakorlottak. Persze ez az emberek részére vonzó, hogy figyeljük, hogy mi történik Feddel, vagy éppen ilyen adatok jönnek ki innen-onnan. Azt gondolom, hogy lehet néha próbálkozni, de a nyugalmas piacon skalpolgatni délfőre talán jobb. Viszont a hosszatávú trendirányoknál mindenképpen érdemes figyelni a fundamentumokat, elolvasni, híreket kiértékelni, ezt magamnak is mondom, mert nem tettem meg. Csak nagyon-nagyon rövid idő volt rá. És most kivételesen, nem azt mondom, hogy nagyon jól láttam a trend változásának az irányát, most nem történt meg az, hogy nagyon nagy pénzt demóban. Itt elhasaltunk volna, és nem történt meg az, hogy nem tudtam a short irányra átállni. De ettől nem szabad elbízni magunkat. Lesznek itt még hibák. Szoktunk is bemutatni hibákat. Óvatosan kereskedjetek ma, holnap. Első körben demóban kezdők, aztán bármilyen cégnél vagytok, akkor is kockázatkezelés, lottmérett, tőzsdepszichológia, és ezt a számot, hogy 80% veszít, véssétek be az ajatokba. Egy irányban ne trédeljünk egyszer Nasdaq-kal, dóval, stb. Láttatok, hogy az egyik számnál például talán Nasdaq-ot mutattam, meg másikon a dót, és hírek alatt ez még óvatosabb történet. Talán-talán ezt a nagyon furcsa piacot is ki lehet ismerni egy idő után, de mindig lesz olyan, amikor tanulni kell. És mindig lesz olyan korszak, amikor ugye veszteségek vannak, akkor néha egy picikét pihenni kell, újratervezés, stb. Akinek meg nem megy a skalpás meg a daytrade, nekem is vannak ilyen korszakok, amikor nagyon nem megy, akkor pihentetni, más dolgokat csinálni, vagy hosszú távú belépőkre válni részvénypiacon. Ha esetleg beindulna egy eladási hullám, nem tudom, hogy beindul-e vagy nem, akkor annak kell örülni, hogy olcsón vehetünk. Lehet, hogy ez csak egy egy-két napos, egy-két órás korrekció volt, vagy egy-két hete bizonytalanít a piac, de lehet, hogy akár kitarthat x ideig. Viszont van egy jó hír, lehet shortolni is dupla topoknál, és lehet limitálni a kötésszámot, lehet visszavenni a lottméreteket, és ha csak annyi, leesik ebből az egészből, hogy néha beszállunk jó olyan aranyba, vagy éppen Teslába, akkor még 50%-kal lejjebb volt az árfolyam, nem tudom mennyivel, lehet, hogy annyival nem. Mostanihoz képest legalábbis, de a mostani nem régítettőhöz képest igen, vagy éppen a Facebook, amikor fel ennyit ért, lehetett volna itt egerészni, és általában rajta is voltunk ezeken a mozgásokon,
csak hát ugye nem látok bele a jövőbe, befektetés tanácsot nem adok, és nem is tudok adni, nem is adhatok, és azt gondolom, hogy ezért jó a rövid távú szemlélet is, mert igazából nem is érdekes, hogy ez mennyi pontot mutat itt, hanem inkább az alakzatok érdekesek meg a pszichológia. Azt megtippelni, hogy a következő egy évben erre mennek a piacok, én nem tudom, aki tudja, az ügyes, de ettől függetlenül lesz majd olyan korszak, amikor egy egyértelmű trend lesz, és a fundamentumok talán fontosabbak lesznek, mint a technika, most még a technika és a pszichológia talán fontosabb. De amikor Fed van, vagy NFP van, vagy infláció van, vannak olyan helyzetek, amikor akár egy hír beindíthat komolyabb vételi vagy adási hullámot, ami akár hosszabb időszakig kitart. Mi ezt láttuk, vagy nem? Nem tudjuk. Nézzük minden nap a csártokat, ha nem is klikkelgetünk bele. Sziasztok!